királyi napok, színes programok lesznek a megújult Szedres kertben az ünnepi hétvégén. Újra járható, leaszfaltozták és felfestették az útburkolatot a piacnál, ismét használhatják az autósok. Rengeteg a gomba, a vargánya és a szegfőgomba a leggyakoribb, alig győzik a munkát a gomba szakértők. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. A megszépült Szedres kertben szervezik meg idén a Szent Királyi Napokat. Az augusztus 20-ai hétvégén számos koncert, előadás, civil sátor, bábszínház, gasztrosétány és ünnepi műsor várja a nagy közönséget a régi új helyszínen. A városrész hídját még csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, az autósok másik útvonalon közelíthetik meg a rendezvény helyszínét. Már építik a sátrat a megújult mutatós színpaddal és fitnessparkkal is bővült Szedreskertben. Az idén fél évtizedes Szent Királyi Napokra készülnek. Hagyományosan a Wursli, illetve a vidámparki rész az itt a felső részen, a színpadi programok pedig részben a megújult színpadon, részben pedig a mögöttem épülő sátornak a kis színpadán lesznek, attól függően, hogy milyen létszámú együttes vagy fellépő érkezik, hogy más nem mondjak, Megi és mondjuk Jonathan Bűvész, Nagy Jonathan, ők biztos, hogy a kis színpadon lesznek, és nyilván a Közizében, vagy pedig a Chaos Rock, ők pedig értelmszerűen a nagy színpadot fogják betölteni. Nem csak a Szent Királyváros és lakosságára számít a 18-tól 20-ig zajló rendezvényen a főszervező Gyöngyös Hermán Szent Királyi Polgári Kör. A rendezvény térre az épülőhídon át csak gyalog, illetve biciklivel lehet eljutni, az autósoknál más a helyzet. 13 helyen lesznek útbaigazító táblák, hogy merre is kell most ebbe a különleges helyzetbe menni. Egyébként viszonylag egyszerű, tehát építettünk egy mentesítő utat a 86-os elkerülőre. Azon be lehet jönni, aki a város felől érkezik, illetve nyilvánvalóan a Rumi út, Bogát-Fasor, Bogáti út útvonalon lehet megközelíteni a rendezvény helyszínét. A tavalyi arculat megmaradt, ezek a betétdíjas visszaváltható poharak a Szederrel ismét visszatérnek. A civil szervezetek is kitelepülnek, egyebek mellett a hatóságok, a PTE, a 112-es hívásfogadó központ és a Pálos Károly szolgálat is várja az érdeklődőket. Szombaton 9-kor kezdődik az 5. Szent István közösségi emlékfutás. Bábszínház, bűvésszó, ünnepi szentmise, fúvózenekar, emlékkiállítás és tombola is lesz jövő hétvégén. Szombathely és Vas megyei fellépőkre támaszkodunk. Tehát jellemzően mi szeretjük a helyi jellegzetességeket kidomborítani. Ez a fellépőknél is látszik, tehát mindig hívunk természetesen sztárfellépőket Budapestre, idén például a Katapult DJ lesz, amelyik nem szombathelyi kötődésű, de ha a másik sztárfellépőt, a Matyi és a Hegedűst emelem ki, ők viszont szombathelyiek, csak nyilván országos hírre tettek már korábban szert. A vasárnap hagyományosan a Rocké, érkezik a Red Rockets és a Dózis is. Idén először sikerült komoly anyagi támogatókat is találni. A Szent Királyi Napokat nagyobb cégek is segítik, de Nemény András polgármesteri keretéből 2,5 millióval járult hozzá a jövő hétvége programjaihoz. Megnyitották az autósok előtt a piacnál lévő kereszteződést. A Szent Márton utcai csomópont felújítása ezzel a második szakaszába lép, a marási és aszfaltozási munkákat az út másik oldalán folytatják. Mindenről most következő rövid híreink élén hallhatnak. Újraindulhatott a forgalom a Hunyadi és a Szent Márton utcák kereszteződésében. A hónapok óta zajló csomópont rekonstrukció részeként a múlt héten zárták le a kereszteződést a piacnál. Gépkocsival nem lehetett behajtani a területre, a buszok is kerülő úton jártak. Az aszfaltozási és burkolatfestési munkák végeztével ma feloldották az útzárt, az esős idő miatt a tervezetnél 2 nappal később. A belváros legforgalmasabb közlekedési csomópontjában korábban már kicserélték a közműveket, most pedig leaszfaltozták és felfestették a városból kivezető oldalt is. A szemközti sáv rekonstrukciójával elkezdődik a felújítás második üteme. A kereszteződésben továbbra is fokozott figyelemmel érdemes közlekedni, hívja fel a figyelmet az önkormányzat. Augusztus 14-én, vagyis jövő héten hétfőn nyit ki újra az Agora Művelődési és Sportház. A szabadságolások miatti 2 hetes nyári leállást követően ugyancsak hétfőtől lesz nyitva ismét az intézmény jegyirodája is a március 15-e téren. Az Agora Művelődési és Sportház hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig tart nyitva.
Készül az iskola kezdésre a NAV Vasvár megyei adó- és vámigazgatósága. A héten kezdődött és augusztus 31-éig tartó ellenőrzések fókuszában a számítástechnikai üzletek, a papír- és írószerboltok, valamint a ruhaneműt áruló butikok állnak. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják a vasi kereskedőknél is. Pusztítottak az áradások Szlovéniában. A hétvégén egy havi csapadék hullott le az ország északkeleti és középső részén 24 óra alatt. Az áradó folyók rengeteg házat és hidat megrongáltak. A szombathelyi egyházmegyei Karitász segít a bajba jutottakon. Szlovén plébánosok kértek segítséget a szombathelyi egyházmegyei Karitásztól a Szentgotthárdi plébánoson Bodorkos Imrén keresztül. Az ingatlanokba bejutott iszapot, hordalékot ki kell tisztítani, ehhez viszont szükségük van eszközökre és fertőtlenítőszerekre. A Karitász gyorsan a segítségükre sietett. Imre atyával megbeszéltük, hogy ma az egyházmegyei Karitász erre a célra elkülönített 1 millió forintot, és talicskákat, lapátokat, amit hát nyilván amit kértek, és 2 raklap hipot tudunk vásárolni, és ezt ma még a kollégánk teherautóval el is tudja vinni Szentgotthárdra. Imre atya az előbb telefonált, hogy a szállítást is megoldott, a Szlovéniából az egyik plébános egy segítővel átjönnek teherautóval, és már ma délután ki is tudják osztani a családoknak, hogy a segítség minél előbb így célba érjen. Nem csak segítenek, de felajánlásokat is várnak a szombathelyi egyházmegyei Karitász székhelyére, a Hollán Ernő utca 14 szám alá. Jelenleg talicskákra, lapátokra és fertőtlenítőszerekre van szükség. Javában zajlik a Karitász tábor utolsó hete Nardán, most is rengeteg gyerek élvezi itt a nyarat. Vannak, akik új barátokra lelnek itt, de vannak olyan társaságok is, akik együtt térnek vissza a táborba évek óta. Idén immár második alkalommal érkeznek ide kárpátaljai gyerekek is. Most is rengeteg program várja a gyerekeket. Lehet például lovagolni, csócsózni, homokozni és kézműveskedni is. Sok program van itt, és nagyon tetszenek is. Vannak olyan programok, amik más táborban nincsenek. Például, hogy elkísérhetjük a farmra a lovakat, vagy hogy focizhatunk, elmehetünk fiú-lány szobázni, filmet nézni, meg még sok más dolog. Vannak, akik új barátra találtak a táborban. Ez a legjobb tábor a világon, és a barátnőmet itt találtam meg. Én is nagyon örülök, hogy megtaláltam Lerát, a legjobb barátomat. Kedden Rákász Gergely orgonaművész és Dénes Dorottya zongorás csellós előadással készült a gyerekek számára. Rákász Gergely évek óta koncertekkel segíti a Karitászt, hogy a tábor évről évre megvalósulhasson. Közösségeknél nincs fontosabb, és itt Mariettáék, a Karitász olyan közösséget építenek, ami golyóálló. És én magam is az alapítványommal igyekszem közösségeket építeni, és ez egy ilyen természetes szövetség, hogy itt van egy csomó gyerek, ők a következő nemzedék. Azt gondolom, hogy ha tudunk az életükbe egy kis szépet hozni, akkor tettünk valamit. Ilyen kis aprócskát. Arra is figyelnek, hogy az ideérkező gyerekek lelki támogatást kapjanak. Fábián András atya idén 3. éve segít a Karitász táborban. És ez az én célom ebben a táborban, hogy a gyerekekkel megszerettessem, illetve egy kapcsolatot alakítsak ki az Isten és a gyerekek között. Nagyon nagy igényük van. Tudjuk azt is, hogy egyre több család szétesőben van. Nagyon sok az elválások, a férjek, a feleségek elfordulnak egymástól, és a gyerekek igénylik a szeretetet. Igénylik azt, hogy odafigyeljünk rá, meghallgassuk őket. És ebben próbálok segíteni, elsősorban meghallgatni őket. Idén is érkeztek gyerekek Kárpátaljáról. A hímlő járvány miatt most 2 turnusban tudtak elindulni, összesen 27-en érkeztek ide. Itt most kicsit elfelejthetik azokat a nehézségeket, amik a háború miatt mindennapossá váltak számukra, és önfeledten élvezhetik a játékot. Bár Kárpátalját mondhatjuk a béke szigetének Ukrajnán belül, hisz
Mindösszesen csak egy rakétatámadás történt a háború kitörése óta, de a régi riadók azok folyamatosak, és a félelem azért az folyamatos, azért a gyerekek ezt máshogy élik meg. Így ez nagy öröm számukra, hogy itt felszabadultam, élvezhetik a gyerekkornak a mindennapjait. A héten a gyerekekre vár még bábszínház, strandolás és a Falku játékosai is ellátogatnak hozzájuk. Hosszú a sor a vásárcsarnok gombavizsgálója előtt ezekben a napokban. Az esős időjárás miatt hatalmas mennyiségű gombát találnak a környéken az emberek. Több mint egy órát várnak a szakértői véleményre, pedig most nem csak egy gomba szakértő dolgozik. A leggyakoribb ehető gomba most a mezőn a szegfűgomba, erdőkben a vargánya. Egy gyönyörű nyári vargányát mutat ez a férfi, hatalmas kosárral érkezett a gombavizsgálóhoz, mindet Ják környékén szedte. Nagy részét szárítva teszik el télire, de panírozva fagyasztóban is eláll, rántani szeretnék. Ismeri a fajtákat, de jobb a biztonság. Ez a sor, ez kezdjük a végén, ez volt másfél órás körülbelül, igen. Hát én elég sokszor szoktam elmenni gombázni, bár bevallom, hogy az idén most voltam először, mert várni kellett ezt a nagy esőt, de a héten még szándékozom kimenni, az egész biztos. Szerencsés voltam, mert elég sok vargányát szedtem, molyhos tinórút, érdes tinórút, pirulógalócát. Ennek a neve egy kicsit furcsa, de nagyon finom gomba, rántani kell. Ekkora volt ma reggel a sora a gombavizsgálók előtt. A hosszú várakozási időnek nem örülnek az emberek, de a helyzet így is jobb, mint másutt, mondja az igazgató, aki kollégáival együtt adminisztrációval segíti a gombavizsgálók munkáját. Kedden, pénteken, szombaton és vasárnap vagyunk nyitva. Ezen a héten a különleges időjárásra tekintettel csütörtökön is nyitva vagyunk, úgyhogy jöhetnek vizsgáltatni a gombát. Sajnos országszerte tapasztalható, hogy gombaszakértőkből hiány van. Ezt jeleztük is már felsőbb szinten. A környező megyeszékhelyeken, a vásárcsarnokokban még kevesebb napon áll rendelkezésre ingyenes lakossági gombavizsgálat. A gombagyűjtés szabályait érdemes ismerni. Kosárba érdemes szedni, de tárolni jól szellőző helyre kell kitenni. Késsel kell kiemelni a földről. A tönkével együtt érdemes szedni a gombát, gallérral, bocskorral együtt, így lehet egyértelműen beazonosítani. Diógézű galamb, ezek penészesek. Ezek elvileg ehető gombák, de tönkrement, gyomorbántalmakat okoz, szinte az egész mehet a kukába. Ha sokáig tárolják például kosárban, a levegőtlenség miatt megromlik. Ebben a kupacban öreg beteg gombák voltak, ezeket sem szabad már megenni, mondja a szakember. A vargányából néhány kukacos, inkább szárítva fogyaszthatók. Ez a gomba legyek és gomba szúnyogoknak a lárvái, és azok nagyon hamar belekerülnek a húsba, össze-vissza rágják, és amikor bizonyos mennyiség van belőlük, akkor már étkezési célra nem javasoljuk őket. A sötét, érdes és molyhos tinórú mellett a galambgomba a leggyakoribb. A mezőkön szegfű gombából van dömping, ebből szinte mindig leves készül. Ez a gomba hullám, ez a múlt héten a hatalmas eső hatására alakult ki. Úgy tűnik, hogy a csiperkék, tehát a mezőn réti fátlan élőhelyeken főleg a csiperkék, ezen belül a karbolszagú csiperke a leggyakoribb, az erdőszéli csiperke, ami ehető. A karbolszagú az nem ehető, tehát ezek a sárguló típusú csiperkék. Az erdőben, a tölgyesekben pedig főleg a nyári és az ízletes vargányát hozzák. A gombagyűjtés szabályairól és a gombavizsgáló nyitvatartásáról szórólapokon, valamint a piac közösségi oldalán és honlapján lehet tájékozódni. Hétfőn 82 éves korában elhunyt Török Péter, a Haladás egykori labdarúgója, edzője és ügyvezetője. Profi pályafutását 1966-ban kezdte, később a korosztályos, majd a felnőtt együttes vezetőedzőjeként tevékenykedett. Irányításával a Haladás magyar olimpiai válogatott néven megnyerte az Indiában megrendezett Nekru kupát. Edzőként megfordult Norvégiában, Görögországban és a magyar válogatott másodedzőjeként is. A Szombathelyi Egyesület kötelékében 1997 és 99 között szakmai igazgatóként dolgozott.
Keményen készül a női NB1B szezon kezdetére a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia együttese. Vida Péter irányításával már a finom hangolásé a főszerep, ráadásul a vasi csapat komoly játékerőt képviselő ellenfeleket győzött le az eddig lejátszott felkészülési mérkőzések során. Július közepén fizikai tesztekkel kezdte meg 6 hetes felkészülését a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, amely a legutóbbi szezon során hajszálnyival maradt le a feljutást érő helyekről. A rövid pihenőt követően kemény alapozást vezényelt a Vida Gergő irányított a szakmai stáb. Ezt követően már a technikai és taktikai elemek gyakorlása következett. A frissen kinevezett vezetőedző bizakodva várja az új idényt, és elegendőnek tartja a másfél hónapos felkészülési időt. Azt gondolom, hogy ez elég lesz, hiszen a csapat magja már tavaly is együtt játszott, illetve azok a játékosok, akik érkeztek is hasonló rendszerekből jönnek, mint amit mi is szeretnénk játszani. De mindenképpen szükséges az idő, hogy összecsiszolódjanak a újak a régiekkel, de bízom benne, hogy a bajnokság elejére, szeptember első hétvégére készen leszünk. Szombathelyen nagy hangsúlyt fektetnek a saját nevelésű fiatalokra is, ugyanakkor komoly fegyvertényt hajtott végre a vezetőség, hiszen Kazai Anita személyében egy rutinos, egyszeres válogatott balszélsőt igazolt az SKKA. Egy fiatal csapatba csöppenek, bízom benne, hogy fogom tudni őket segíteni akár a rutinommal. Sajnos nekik tavaly ugye nem sikerült a feljutás, de ebben az évben azt gondolom, hogy nem lesz kérdés. Az elmúlt napok során 3 felkészülési mérkőzést játszott a vasi együttes. A 45-szörös osztrák bajnok és 8-szoros bajnokok ligája győztes Hypo Niederösterreich felett aratott győzelmet követően nem okozott gondot a cseh Hazena Künzvárt lelépése sem. A legutóbbi találkozót Dunaszerdahelyen játszották a szombathelyi lányok, ahol 3 gólos sikert arattak. Ennek fényében a szurkolók is bizakodva várhatják a szeptember elején startoló bajnokságot. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!